Lehet már pályázni a társasházak felújítására és az udvarok zöldítésére. 119 éves a Ferencvárosi Tornaklub. Idén is kaptak egy nyári virágpalántákat a lakótelepen élők. Köszöntjük Önöket! 180 millió forintos keretösszeggel támogatja idén Ferencváros önkormányzata a társasházak megújítását. Kiírták továbbá a zöld udvar pályázatot is. Ferencváros önkormányzata saját tulajdonú lakóházainak felújítása mellett jelentős összeggel támogatja a társasházak szövetkezeti lakóházak felújítását is. Egy célból írja ki minden évben a lakóház felújítási pályázatot. E pályázaton vett részt a Vámház körút 5 szám alatti lakóingatlan is, melynek homlokzata újult meg önerőből és az önkormányzat támogatásából. A pályázatról Szini Adrián, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vezetője adott tájékoztatást. Jellemzően társasházak, lakószövetkezetek ritkán rendelkeznek olyan felújítási alappal, vagy olyan saját önrésszel, tőkével, ami biztosítani tudja egy nagyobb volumenű homlokzatfelújítást, egy lépcsőházi függő folyosó felújítást, vagy egy kémény felújítást. Ezért nagyon fontos dolog, és talán az önkormányzat egyik legnépszerűbb terméke, lehet ezt mondani, legnagyobb érdeklődésre is ad okot, hogy mindegy 40%-ban támogatja a sikeres pályázatot az önkormányzat. Ezek nagyon nagy összegek, adott esetben több millió forintokról is van szó. Már bevált gyakorlat, hogy évente 10 millió forinttal emeli az önkormányzat a támogatás mértékét. Ez idejében 180 millió forintot jelent. Most egy olyan helyszínen vagyunk, ahol egy jó példáját tudjuk mutatni egyébként a hasznos és sikeres felhasználásnak. 2015-16-os évben újult meg a Vámház körút 5 épület, ami mögöttünk látszik, a homlokzat teljes felújításon esett át. Abban a két esztendőben sikeres pályázatot követően önkormányzatunk majdnem 5 millió forint támogatással biztosította ennek a társasháznak a homlokzat felújítási munkáit. A 15 évvel korábban megépült társasházak, lakók, szövetkezetek, amik vagy hagyományos, vagy iparosított technológiával épültek. A pályázati lehetőségek tárháza nagyon széles. A homlokzati felújítás, a lépcsőház felújítás, lift rekonstrukció, nyilászáró, kazáncsere, kémény felújítás, ezt részletesen tartalmazza a pályázati kiírás. A Városüzemeltetési Irodán és a honlapon széles körű tájékoztatást kapnak a pályázók. Általában 40% az, amit a pályázati kiírás alapján támogat az önkormányzat, de kivételes esetben, védett homlokzatok esetén akár a bírálat egy 60%-os támogatottságot is tud nyújtani. A pályázat beadási határideje az idejében június 8-a 12 óra, az elbírálás pedig június 27-e 17 óra, de csak azok a társasházak, lakószövetkezetek tudnak érvényesen pályázni, hogyha az előző évvel május 31-ig, ez is nagyon fontos, elszámolnak. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság kiírta az idei zöld udvar pályázatot is a társasházak részére. A cél a belső, zárt, jól körülhatárolható, a társasházhoz tartozó udvaron közös zöld területek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöld felületeinek növelése és fejlesztése. Igazából egész Ferencvárosra ki van írva a pályázat, egész Ferencváros területére, de zömmel a belső és a középső Ferencvárosban vannak olyan társasházak, amelyeknek belső zárt udvarai vannak. A célja pedig az, hogy ezek a belső ferencvárosi zárt társasházi kertek minél zöldebbek legyenek, minél élhetőbbek legyenek, hiszen itt azért nagyon nagy autóforgalom van a környéken, Üllői út, Soroksári út, Körút, és igazi kertvárosias hangulatot lehessen teremteni a sok zölddel. A nagyon sok régi, hagyományos, körgangos ház. Természetesen nem azt jelenti, hogy föl kell törni a betont és alá kell mosni a pincét. Lehet épített növénykazettákat, ilyen beton zsalukövekből egy magasított növénykazettát építeni, és akkor azt benövényesíteni. Lehet dézsás növényeket kihelyezni, lehet a körfolyosókra akasztós virágokat tenni, tehát füvesíteni ezekbe az új építésű házakba sok a zöld felület, úgyhogy itt is azért lehet még plusz növényeket kihelyezni, zöldíteni, füvesíteni.
Az a lényeg, hogy ami nem volt zöld, az, az zöld legyen, és ami meg zöld, az még zöldebb legyen. Ez a Balázs Béla utcai társasház már többször is pályázott. A tapasztalatokról a közös képviselő és az egyik lakó mesélt. Mint közös képviselő 9. kerületben több társasházat is kezelünk, több mint 10 társasházat, és 6 társasházzal pályáztunk már a Zöld Udvar pályázatban. Évek óta visszajáróak vagyunk, nagyon szeretjük. Én is, mint 9. kerületi lakos, nagyon sokat segít abban, hogy szép zöld környezet legyen a társasházakban, és nagy segítséget nyújt. A lakóink is szeretik. Jellemzően ezekkel a társasházakkal mire pályáztak eddig? Általában a füvesítést szeretnénk megoldani, ugye elég tikasztóak a nyarak, úgyhogy fontos az, hogy a zöld megmaradjon, illetve a locsolását, víz nélkül nincs élet. Nagyon szép és élhető kertet kaptunk, nagyon sokat tudjuk emiatt használni, biztonságos a kert, tényleg ápolva van, gondozva van, úgyhogy mi nagyon sokat szoktunk a gyerekekkel lejárni, a házban is nagyon sok gyerekes család lakik, rendszeresen használják, lényegében reggeltől estig, ugye most jön a nyár, most még inkább ki lesz használva, úgyhogy mi csak az előnyeit tapasztaljuk. Általában éves szinten több mint 20 pályázat jön be. 50-50% a támogatási intenzitás, minimum 100 000 forintos beruházási költség és maximum 1 millió forintos beruházási költség között kell lenni a beadott pályázat költségigényének. Ennek az eredményesen kivitelezett kertek megvalósítása után, az elszámolás után az 50%-át az önkormányzat visszautalja a társasházaknak. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság idén 7 millió forintban határozta meg a pályázati keretösszeget. Természetesen, amikor beérkeznek az igények, és a bizottság látja, hogy több a magasabb a támogatási igény, mint amennyi a keret, akkor amennyiben van a környezetvédelmi soron felszabadítható forrás, akkor az önkormányzat hozzá szokott járulni, hogy megemelje ezt a támogatási keretet, és mindenki megkapja maximális támogatást. Ha pedig nincsen több keret, akkor inkább minden társasház egy kicsit kevesebb támogatást kap, de az nem nagyon szokott előfordulni, hogy valakit a bizottság elutasít, amiatt, hogy forráshiány miatt ne kapjon pénzt. Inkább minden társasház kap valamennyit, azért, hogy elinduljon, és a következő évben majd tudja folytatni. Június 15-ig lehet idén beadni a pályázatot, nyár közepén elbírálásra kerül, és szeptember körül már el lehet kezdeni a munkálatokat egészen karácsonyig, illetve december végéig, következő év január közepéig kell elszámolni a támogatással, illetve a munkálatokkal. 1899-ben 119 éve alakult meg az ország legnépszerűbb sportklubja, a Ferencvárosi Tornaklub. Május 3-án természetesen idén is megemlékeztek az évfordulóról. Gyülekeznek a fradisták az önkormányzat épülete előtt, hiszen május 3-án volt 119 éve, hogy ezen a helyszínen, a mai Bakástér 14 szám alatt megalakult a Ferencvárosi Tornaklub. Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik ezen a neves napon, ezen az évfordulón megjelentek egy olyan helyen, ahol gyakorlatilag egy új történelem kezdődött meg. Mondhatjuk azt, hogy egy híján nem 20, hanem 120 éves, ez a 119. évfordulója a Ferencváros megalakulásának, és nagyon nagy öröm nézni, hogy azért ennyien eljöttünk. Fradi nem csak Magyarországon népszerű, mondhatunk azt, hogy nem csak a Kárpát-medencében, talán azt mondom, hogy az országhatárokon kívül más szurkolót nem is nagyon ismerek, csak ferencvárosi drukkereket. Igaz, hogy Hawaii-szigetén is vannak fradi szurkolók, nem kevesek, akit annak idején, amikor kint voltunk, Albert Flóriánt, Novák Dezsőt körül ajnározták, tehát azt mondom, hogy a világ túlsó oldalán is. Emlékezzünk azokról is, azokról a csapatokról, akik ebben az esztendőben ünneplik megalakulásuknak 119. évfordulóját, Rapid, AC Milan, FC Barcelona, és még sokan mások. A legtöbb olimpiai bajnok, a legtöbb fotballbajnoki címmel, és a többi, és a többi, és reggelig lehetne sorolni, hogy mi mindennel dicsekedhet a Fradi. Springer Ferenc, akinek a tábláját avattuk nem olyan régen, fél éven belül a közeli Hölgyes Endre utcában, és az akkori országgyűlési képviselő, a másik Tolnai Lajos alapították az ő gondolatukat, és a sok-sok szponzor, mert ugye már akkor is voltak szponzorok,
az itteni iparosok, a Mester utcai, a Rádai utcai iparosok, akik már akkor támogatták a Ferencvárost. Ferencváros 225 éves, 225 éve nyerte el, kapta meg az akkori császártól, magyar királytól, első Ferenctől a névhasználati jogot, és aztán ez a Franstadt, ez a Ferencváros, ez méltán lett híres, és nem kis mértékben a mi Fradinknak, a Ferencvárosnak, hiszen ez az az egyesület, amelyik, mint már mondtuk, a legnépszerűbb, legsikeresebb Magyarországon. A köszöntők után a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál. A Máva Szódi és a József Attila lakótelepen az igénylők között idén is egy nyári virágpalántákat osztott ki az önkormányzat. Összesen több mint 13 ezer tövet, többek között büdöskét, mézvirágot, petúniát és verbénát. A virágpalántákat a lakók a társasházuk előtti területen tudják elültetni, hogy még virágosabbak, még szebbek legyenek a lakótelepek. Heti híreinket láthatták, kérdéseiket, észrevételeiket várjuk. info@kukac9.tv az e-mail címünk, 218-21-21-es az üzenetrögzítős telefonszámunk. Nagyon kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra!